30. fejezet, dél-lancasteri összejövetelek. Január 11-én, pénteken rendkívüli összejövetelek vették kezdetüket dél-lancasterben. Örvendeztünk, hogy jól zsúfoltan találtuk a gyülekezetet azokkal, akik azért jöttek, hogy az összejövetelek áldásában részesüljenek. Sokan voltak jelen olyanok, akikkel még nem találkoztam, és a jelenlétük bizonyította Isten hatalmát, hogy megtérítse a lelkeket, hogy parancsolatainak ösvényére fordítsa az emberek lábát. Küldöttségek voltak jelen Maine, Connecticut, Massachusetts és más államokból. Megértettük, hogy munka vár elvégzésre, hogy rendezve legyenek a dolgok, melyet Isten segítsége, támogatása nélkül az ember legkitűnőbb igyekezete sem lenne képes elvégezni. Szívünk buzgó könyörgéssel szállt fel Istenhez, hogy fáradozna értünk. A jelen igazság üzenetét hoztuk el a népének, s ha testvéreink a világosság útjába helyezkednének, akkor ők is készen állnának olyan munkát végezni másokért, mely hasonlít az értük elvégzésre váró munkához. Szombat délután az egybegyültek elé tártam az Isten törvénye iránti engedelmesség szükségességét. Elengedhetetlenül azzal a hittel kell rendelkeznünk, mely szeretettől fakad, szeretet által munkálkodik, és megtisztítja a lelket. Isten az életszentség tökéletes mértékét nyújtotta nekünk törvényében. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legfőbb, az első parancs. A második hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ez tárja elő az embereknek az Isten és az emberek iránti teljes kötelességét. Istennek tartozunk életünkért és mindenért, ami kellemessé teszi az életet, és mikor nem vagyunk hajlandók engedelmességgel adózni neki, akkor tulajdon lelkünket lopjuk és csaljuk meg. Senki sem választhatja a maga útját az Isten iránti mély hálátlanság nélkül, hogy ellenségeskedéssel adózik Istennek az őt illető szeretet helyett. Felelősség terhe nehezedett ránk azokért, akik másoknak hordozzák az üzenetet, nehogy bezárják szívüket az Isten küldötte mennyei fény némely drága sugarai előtt. Jézus örvendezett, amikor követői elfogadták az általa hirdetett igazság üzeneteit. Egyik alkalommal égre emelte szemét, és így szólt. Hálákat adok neked, Atyám, mennynek és földnek, Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek előtt, és a kisdedeknek jelentetted meg. Drága üdvözítőnk, aki feltárta az élet és halhatatlanság útját, örvendezett, hogy az alázatos szívűek meg tudják érteni a megváltás tervét, még ha kevélyek és önigazoltak képtelenek is voltak felfogni a titkaikat. A világi bölcs nem tudja felismerni annak az igazságnak a szépségét, melyet Krisztus kitárt azok értelme előtt, akikben készséges gyermeki óha él, hogy hűségesek legyenek Istenhez. Az alázatos, szerény számára az igazság, Isten üdvözítő ereje. Szombat délután sok szívet megérintett, és sok lelket táplált a mennyből alászállt kenyér. Az ige hirdetés után drága imaórát töltöttünk együtt. Az Úr nagyon közel jött hozzánk, s meggyőzte a lelkeket, hogy mi igen szükségük van kegyelmére és szeretetére. Szükségesnek éreztük, hogy mint olyan megváltót hirdessük Krisztust, aki nem messze távol, hanem itt a közelben tartózkodik. Mikor Isten lelke kezd munkálkodni az emberek szívén, gyümölcse a bűnvallomásokban és a helytelenségek helyrehozásában tűnik elő. Az összejövetelek során végig, amint a nép közelebb törekedett húzódni Istenhez, azáltal teremték az üdvösség gyümölcseit, hogy bevallották egymásnak, hogy hol követtek el helytelenséget egymás ellen szavakkal vagy tettekkel. A szertelen lármás kiáltások és testmozdulatok nem bizonyítják, hogy Isten lelke munkálkodik. Isten a halk, szelíd hangban nyilatkozott meg Illésnek. Jézus mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. A bűnös maga az, aki eltorlaszolja az ajtót. Elfogja-e most távolítani a torlaszokat?
ki fogja tárni az ajtót. A zárak az ajtónak a belső, nem az üdvözítő felüli oldalán vannak. Sokan voltak még az ige hirdetők között is, akik úgy látták az igazságot, amint az Jézusban van. Olyan megvilágításban, amilyenben még sohasem szemlélték. Bűnbocsátó üdvözítőnek ismerték fel a megváltót, az igazságot pedig, mint ami megszenteli a lelket. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha részt akarunk venni Krisztus dicsőségében, akkor hajlandóknak kell lennünk, hogy megaláztatásából is kivegyük részünket. Bár ő Isten fia volt, a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet. Ez kell, hogy legyen Isten minden igaz gyermekének a tapasztalata. Mivel hogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől. Nem lenne szabad zúgolódnunk, ha a vallás szenvedő részében való részvételre szólítanak fel bennünket. Sokan vagyunk, akik bár nem húzódoznak a szenvedéstől, mégsem gyakorolják az őszinte, egyszerű élő hitet. Azt mondják, hogy nem tudják, mit jelent szaván fogni Istent. A külsőségek és előírások vallását gyakorolják. Fájdalmas látni a hitetlenséget, mely Isten sok hitvalló követőjének szívében él. Nálunk a legdrágább igazság, melyet valaha is halandókra bíztak, s azok hitének, akik elfogadták ezeket az igazságokat, az igazságok nagyságával és értékével arányban kellene állnia. Sokan azt tartják, hogy előbb maguknak kell komoly lelki munkát elvégezniük, mielőtt Krisztushoz fordulhatnának üdvösségért. Azt gondolják, hogy Krisztus csak küzdelmük legvégén lép be, hogy segítsen, hogy elvégezze életművükön az utolsó simításokat. Mintha csak nehezen értenék meg, hogy Krisztus hiánytalan, tökéletes üdvözítő, s a legvégsőkig mindenképpen üdvözíteni tudja azokat, akik általa járulnak Isten elé. Mintha csak szem előtt éreztették volna, hogy Krisztus maga az út, az igazság és az élet. Mikor egyénenként Krisztusra támaszkodunk, a hit teljes bizonyosságával, egyedül az ő vérének hathatóságában bizakodva, hogy megtisztítson minket minden bűntől, akkor békességet nyerünk attól a hittől, hogy amit Isten megígért, azt véghez is tudja vinni. Amint Krisztus az atyát képviselte, úgy kell nekünk is Krisztust képviselnünk a világ előtt. Nem háríthatjuk át másokra kötelezettségeinket. Isten tudatni akarja veled, mi az ő dicsőségének gazdagsága, hogy hirdetni tudd az üdvösség titkát a körülötted élőknek azt, hogy Krisztus benned a dicsőség reménye. Testvéreink megnyitották szívüket a világosság előtt, s jobban megértették, miből áll a hit. Az Úr igen drága volt számunkra. Isten készen állt, hogy megerősítse népét. Az összejövetelek több mint egy hétig tartottak a kitűzött időpont után. Az iskolát feloszlatták, és mindenki komolyan kereste az Urat. John Swain eljött Bostonból, s a lehető legbuzgóbban fáradozott a népért, két meg három ízben is hirdetve napjában az igét. Isten nyája táplálékot kapott, lelket tápláló eleséget. Az atyafi pontosan azt az üzenetet hirdette beszédeiben, amelyeket az Úr erre az időre küldött. Az összejövetelek kora reggeltől estig folytak, s az eredmény igen kielégítő volt. Kora reggel én igyekeztem ecsetelni Isten szülői szeretetét és gyermekei iránti gondoskodását. Az Isten szeretetének ismerete a leghatásosabb tudás, melyre szert tehetünk, hogy a jellemünk megnemesedjék, kifinomodjék és magasztossá váljék. Legyen Jézus a mintánk. Ő a lehető legpontosabb tanításokat tartogatja számunkra, hogy elsajátítsuk azokat. Mint gyermekeket vezérel bennünket, hogy a drága üdvözítő egyszerű, szerény életéből kitárja előttünk jóságát, irgalmasságát, szeretetét. Krisztus mindig is Istenre, mint élő atyára terelte tanítványai gondolatait. Arra nevelte követőit, hogy bizalommal és szeretettel tekintsenek Istenre.
mikor lenyűgöz, megrettent bennünket Isten nagysága és igazságos volta, akkor Jézushoz irányít minket, az ő hibátlan jelleméhez és végtelen szeretetéhez. Akkor a fiú által az atyát látjuk kinyilatkoztatva, hiszen Isten a szeretet. Mind az iskolások, mind a tanítók nagy mértékben részesültek Isten áldásában. Majd csak minden szív érzékelte az Isten lelkének mély indításait. A gyülekezéseken résztvevőknek az volt az általános bizonyságtétele, hogy mélyebb tapasztalatra tettek szert, mint amit valaha is ismertek azelőtt. Arról az örömükről tettek tanúságot, hogy Krisztus megbocsátotta bűnüket. Szívük megtelt az Isten iránti hálaadással és dicsérettel. Lelkületüket édes béke töltötte be. Mindenki iránt szeretetet tápláltak, és úgy érezték, hogy meg tudnak nyugodni Isten szeretetében. Sohasem láttam, hogy lelki megújhodás ilyen alapossággal ment volna végbe, mégis ennyire mentes legyen az izgalmaktól. Senki sem unszolt, senki se hívott senkit, nem hívták az embereket előre. Mégis komolyan meggyőződtünk róla, hogy Krisztus nem azért jött, hogy az igazakat, hanem hogy a bűnösöket hívja megtérésre. A becsületes szívűek készen álltak, hogy bevallják bűneiket, és megtanulják Isten számára a bűnbánat és az okozott károk helyrehozásának gyümölcseit, amennyiben alkalmú nyílik a kárpótlásra. Mintha csak magának a mennynek légkörét szívtuk volna be. Péntek este 5-kor kezdődött a bizonyságtételek órája, s csak 9-kor ért véget. Pedig nem pazaroltunk időt, hiszen mindenki élő bizonyságtételt hordozott. Az összejövetel még órákig eltartott volna, ha hagytuk volna, de azt gondoltuk, hogy ideje lesz már berekeszteni. Akkor éjjel csak hajnal felé tudtam elaludni. Az Úr meglátogatta népét. S öröm volt a mennyben az angyalok között a megtérő bűnös fölött, aki visszatért az atyához. Milyen gyönyörű látvány volt ez a világ mindenségnek, amin bukott férfiak és nők Krisztus csodálták, amit elváltoztak az ő lenyomatát véve át lelkükre. Sokan tanúskodtak, hogy amint a vizsgáló igazságukat hirdettük, a törvény fényénél meggyőződtek, hogy törvényszegők. Azelőtt a maguk igazságában bizakodtak. Most azonban szennyes rongyokban látták azokat a Krisztus igazságához, életszentségéhez viszonyítva. Pedig egyedül ez elfogadható, ez kedves Istennek. Bár nem voltak nyílt törvényrontók, mégis romlottnak látják magukat. Eddig más istenekkel helyettesítették mennyei atyukat. Bár törekedtek, hogy távol tartsák magukat a bűntől, de a maguk erejében bizakodtak. Úgy kell Jézushoz fordulnunk, amint vagyunk, bevallva bűneinket, és könyörületes megváltónkra vetve maga tehetetlen lelkünket. Ez csillapítja a szív büszkeségét, ez nem más, mint a magunk ígére feszítése. A példázatban az atya megpillantotta a visszatérő tékozló fiút. Látta bűnbánatát és lelkének alázatát. Megesett hát rajta a szíve, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolt a fiát. A fiú bűnbánatról beszélt. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok immár méltó, hogy fiadnak hívassam. De az atya így szólt a szolgáihoz. Hozzátok elő a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, húzzatok gyűrűt a kezére, sarut a lábára. Hozzátok elő a hízott borjút, vágjátok le, és együnk, és vígadjunk. Mert ez az én fiam meghalt, és most feltámadott. Elveszett, és most megtaláltatott. A tékozló fiú teljes bűnvallomást tartott vétkeiről. Nem hozakodott elő kifogással vétkei mentségéül. Így bűnbocsánatot nyert, és visszafogadták őt atyaházába. Hálákat adunk az Úrnak, és örvendezünk, hogy az eltévejedetteknek még nem késő, hogy alázatos bűnvallomással visszatérjenek és szíves fogadtatásban részesüljenek a Krisztus igazságosságába, életszentségébe öltözötten.
A visszatértek teljes szívvel köszönettet mondtak érte az Istennek minden napon. Az Úr leghálátlanabb teremtményei lennénk, ha hidegen hagyna minket, mikor látjuk, hogy milyen csodálatos módon is fáradozik az emberek gyermekeiért. Olyanok lennénk, mint a hangafa a pusztában, ha nem magasztalnánk Istent, mikor áldásban részesülünk. Tudom, hogy öröm volt a mennyben, mert jó munkát végeztek el délen Chesterben. S ha az angyalok örvendeznek, miért ne örülnénk mi, akik szintén tanúi voltunk, hogy eltévejedettek tértek vissza a sötétségből Isten szeretetének csodálatos világosságára. Istent megismerni a legcsodálatosabb tudás, melyre ember szert tehet. Sok bölcsesség található a világi emberekben, mégis minden bölcsességük ellenére sem szemlélik a minden világok teremtőjének szépségét és fenségét, igazságosságát és bölcsességét, jóságát és életszentségét. Isten az ő gondviselése által jár az emberek között. Fenséges lépte, mégsem hallatszik. Nem veszik észre a jelenlétét, nem ismerik fel kezét. Krisztus tanítványainak a kötelessége, hogy fényforrásként ragyogjanak, kinyilvánítva a világ előtt Isten jellemét. Tanítványai fogják fel Isten igéjéből a fény növekvő sugarait, s tükrözzék tovább azt az Isten hamis ismeretének sötétségébe burkolt embereknek. Krisztus szolgái képviseljék helyesen Isten és Krisztus jellemét az emberek előtt. Az apostol mondja, ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy annak hatalmas dolgait hirdessétek, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott ki titeket.